Augusztus 2-án pénteken kezdődött az idei Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál Bonyhádon, amelyet most tartottak meg 35. alkalommal. Kedves barátaim, határon innen és túl, azt se tudom, hogy magam hova sorolja, hisz mi a határon túliak, mondhatni idézőjelesen ilyen két éltőek vagyunk, hogy mindig otthon vagyunk. Ez a különleges bennünk. Fogalmazott köszöntő beszédében Szentes Csaba, az erdélyi Imadéfalva polgármestere. Elmondta, a mai háborúkkal teli világban még nagyobb jelentősége van egy olyan eseménynek, mint a bonyhádi, hiszen ez az összetartozást erősíti. 35 éve, hogy folyamatosan összegyűlünk, és nem lankad ez a tenni akarás. Erőt kell adjon azoknak, akik közben történelem folyamán szétszórodtunk az ország különböző részeire. Mindannyiunknak otthon kell jelentsen az is, ahol lakunk, hisz az ország határokat nem mi húzzuk. Én 10 évvel ezelőtt álltam először ilyen szerepben, egy ilyen színpadon, szintén egy Bukovina Fesztivál megnyitón, és én akkor úgy fogalmaztam, hogy nagyon fontos a hagyomány, fontos a zene, a tánc, az ének, a kultúra, annak a megőrzése, a továbbadása, de én akkor úgy gondoltam, hogy bízom benne, hogy sokkal fontosabb lesz egy idő után, vagy legalább olyan fontos lesz az is, hogy minél több emberi kapcsolat legyen ezeken a találkozásokon, hogy szőlje át a hagyomány megőrzését, a kultúra ápolását, az élő emberi kapcsolat. Eltelt 10 év, és én nyugodtan mondhatom, hogy itt szinte mindenki, aki itt van ma ezen a téren, és fellép majd ezen a színpadon, akár a ma délután, akár a holnap este folyamán, vagy vasárnap a szomszédoláskor, elmondhatja a másikról, hogy tudja ki ő, honnan jött. Augusztus 3-án szombaton délután következett az idén is rendkívül látványosra sikerült utcai felvonulás. A fesztiválon résztvevő különböző székely csoportok a Perccel utcától a Kaszinókertig meneteltek. A székely csoportok bemutatták énekeiket, táncaikat. Köszönjük a városnak, nagyon jól érezzük magunkat, a tegnap este is itt voltunk, ma is, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen rendezvényet tartnak nekünk, tartják bennünk az erőt. Az unokám itt táncol, és nagyon szép, csodálatos, szép dolog ez Bonyhádon. Fantasztikus volt, és nagyon megérte nekem Pécsről eljönni, és ezt végignézni. Gratulálok a szervezőknek, és legfőképpen a résztvevőknek. Csavás, jó,
Én tulajdonképpen felvidéki vagyok, de nagyon szerettem a zenét, nagyon szerettem a táncot, és eljárok mindenféle rendezvényre, ugyanúgy legyen székely, sváb, felvidéki jellegű rendezvény. Nagyon jó ez a műsor. Ápolni kell a hagyományokat, úgy gondolom tisztelni, ápolni, figyelemmel kell kísérni, az ifjúságot meg kell tanítani erre. A csoportok aztán megérkeztek a kaszinókertbe, itt tartották a fesztivál műsort. Csillott a év, jubileum, nem csak a fesztivál 35 éves jubileum, hanem a Bukovény Székelyek Országos Szövetségének megalakulásán is 35. évfordulója, ami számunkra azt jelenti, hogy még nagyobb ünnep, mint bármelyik másik. A kerek évfordulót tekintjük a 35-öt is. Nagyon szerettünk volna nagyon ünnepélyessé tenni, nagyon színvonalassá, és mindent megtettünk azért, hogy az összes tagszervezetünk itt legyen, az összes egyesületünk föllépjen, hogy részese legyenek a fesztiválnak, és szerettük volna elérni, hogy a bonyhádi lakosság, akik a Bukovény Székelyek iránt elkötelezettek, minél nagyobb számba jönnek el, és ha most látja is, annyira nagy az érdeklődés, annyira sok néző, annyira sok érdeklődő van itt, annyira sok fellépő, mai napon 23 egyesület lép föl, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy nemzetközi szintű fesztiválnak számít. László Eszter nemrég vette át a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezető pozícióját, az ő elnöksége alatt így az idei volt az első Folktor Fesztivál. Nagy kihívás, ugyan a főszervezői nem vagyunk, hanem a Magyarság házával közösen szervezzük, de mégis azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás, egy mérce, egy mértékadó program, amiért nem keseredek el, és úgy gondolom, hogy megoldható volt ez a fesztivál, hogy nagyon sok ember segített. Minden tagszervezetből jöttek, segítettek, az első hívószóra jöttek a tagjaink, a csoportjaink, a szimpatizásaink, és mindenben segítették. Körülbelül 60 ember vesz részt a szervezésben. Mindenki pontosan, megbízhatóan a feladatát ellátja, és nagyon-nagyon segítenek abban, hogy minden flottul menjen, hiba nélkül, és itt kell elmondanom, hogy köszönetet mondok minden egyes segítőnek, szervezőnek, mert nélkülük ez a program nem jöhetett volna létre. Hát a felvonulás az azért fontos, mert gyakorlatilag az a hívogató, ez a csalogató. Ezzel érjük el, hogy aki szeretne jönni a fesztiválra, az érezze, hogy igenis jó helyre jön, aki pedig nem akart eljönni, csak az utcán sétál, ő is úgy érezze, hogy hú, gyorsan becsukom a kutyát, megfőzöm az ebédet, megeszem gyorsan a vacsorámat, és rohanok a helyszínre, mert ebből a programból nem akarok kimaradni. Tehát maga az utcai felvonulás, az egy hívogató, és én szerintem a mai napon ezt a hatást elérte, és a lakosság nagyon-nagyon szép számban megjelent. A fesztiválon részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Első alkalommal egyébként itt Bonyhádon 97-ben került erre sor, és utána 99-ben, és 2000-től pedig minden évben mellé állunk ennek a fesztivál folyamnak. Több országban kerül megrendezésre, Lengyelországban, Magyarországon, a romániai, illetve romániai Bukovinába. Ukrajnában sajnos most már a háború miatt évek óta nem tudjuk megvalósítani, de reméljük azt, hogy amikor visszaáll a békés rend, akkor a fesztivál ott is Csernovicban, vagy ahogy ukránul van, Csernyivcöben tud folytatódni. Lehet látni azt, hogy a székely csoportok mellett itt vannak a lengyelek, itt vannak a románok,
akik szintén megőrizték a népi kultúrájukat. Ez a valaha Bukovinában és a most Bukovinában élő népeknek a közös fesztiválja. Reméljük, hogy a népek közötti barátságot ez erősíti. Lőrincet tehát már az első fesztivál is csodálatos érzésekkel töltött el, ez most immár 35. alkalommal sem volt másképp. Emlékszem arra a hatalmas lelkesedésre, amikor fölmentek a színpadra az idegen nyelven beszélő együttesek, és mindenki Bukovinát emlegette, és Bukovinátról énekelt, és egy csodálatos érzés volt, hogy ezt hallottam a nagyszülőktől, meg a szülőktől, hogy életben is láthatom azokat a népeket, akikkel ott együtt éltek, ez egy fantasztikus érzés volt. Pont ezért nem hagynék ki egyetlen egy bukovinai találkozásokat sem, így ezt a jubileumot sem, a 35-et. És amikor fölkértek arra, hogy én legyek az, aki megszövi az ajándéktarisznyákat, amit itt fognak átadni, akkor különösen boldog voltam. És a gyermekrajz kiállításhoz is ugyanígy nagyon nagy öröm, hogy én lehetek az egyik gazdája. Úgyhogy nekem mindez nagyon fontos elnökségi tagként is, és bukovinai székelyként is, Isten segítség felmenőkkel. A fesztivál műsoron egymást követték a fellépő csoportok. Az erdélyi Csernakeresztúri együttes mindig nagy örömmel látogat Magyarországra. Mi 30 éves öregséggel rendelkezünk, ugye a szövetség 35 éves, és 34 fesztiválon részt vettünk. Ugye különböző generációk, mert akik most táncolnak gyerekek a színpadon, azok az alapító tagoknak a gyerekei, vagy sőt még unokája is. Hát őseink bukovinai székelyek, Andrásfalva és Hadikfalváról települtek Déva és Csernakeresztúrra, és hát nekünk a bukovinai székely táncok az első, a fontosabb, de utána minden táncot szeretnek a gyerekek, a délerdét is szívesen táncolják, maros menti táncokat táncolnak. Hát minden, ami szép, nagyon szeretik a gyerekek, ez a fiatal generáció is. Ez egy tényleg egy olyan felemelő és olyan lélekmelegítő, mikor annyi ismerőssel találkozik az ember, és olyan valahogy boldogság fogja el az embernek a lelkét, hogy 30 év, ugye 30 év nem kevés, és 34 év óta mondjuk én és előttem való generációk is mind jöttek. Nagyon lélekmelegítő, úgy ahogy mondtam. Szeretünk ide jönni nagyon. Augusztus 4-én vasárnap a szomszédolási volt a főszerep. A székely csoportok 8 különböző helyszínre, többek között Kétre is ellátogattak. 2002-től vagyok én a polgármester, és szerintem azóta nálunk a Covid kivételével minden évben volt, ha jól emlékszem rá, fellépése a külföldi csapatoknak. Általában a külföldi csapatok közül egy vagy kettő fellépő csoportot kapunk. Mindig úgy válogatják nekünk össze, illetve mi is azt szeretjük, hogyha az énekesek mellett táncosok is vannak, hiszen erre igazából a legjobb koreográfiát lehet, és programot lehet rászervezni.